Nagypénteki igehirdetés következik, sok szeretettel köszöntelek benneteket, értünk meghalt, drága megváltunk az Úr Jézus szent nevében. Isten igéjével, Máté evangéliumából, a 27. fejezet első és második verseivel, aztán a 11. versétől folytatjuk az igeolvasást. Amikor megvíratt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. 11. verstől. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte: te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem. Úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok? Melyiket bocsássam el nektek szabadon? Barabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam szabadon? Azok ezt mondták: Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan ezt kiáltották: keresztre vele. Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavarkás még nagyobb lesz, vizet hozatott a sokaság előtt, megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük el. Sionnak egy én Úristen, tiéd a dicséret, fogadást tisznek néked itten, tisztelvén tégedet, mert kérésüket a híveknek meghallott kegyesen, azért te hozzád az emberek, jönnek minden ünnen. Mielőtt a 342. énekünk első, második és harmadik verseit énekelnénk, arra kérem a testvéreket, hogy amennyiben szeretnének együtt úrvacsorázni mi velünk, készítsenek az asztalukra néhány szelet kis kenyeret,
és egy néhány pohárba bort az úrvacsoravételhez. Ez alatt énekeljük el a 342. énekünk első, második és harmadik verseit, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulást reménylek, most meg szent véredben sélek. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints rejám szerelmesen, éppen téríts hozzád engem, mondván bűnöd megengedtem. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Istenünk szent üzenetét, úgy, amint megvan írva Máté evangéliuma 27. részének 27. és következő verseiben. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köréje gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözz légy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, és aztán ott ültek, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt veszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága megváltó Úrunk, újra megrendülten állunk meg lélekben a te kereszted alatt. Megtelik a mi szívünk félelemmel, bűneink miatt, és a mi gonosz természetünk miatt. Hiszen te azért haltál meg,
hogy eltöröld azoknak bűnét, akik hozzád igyekeznek, akik szívüket megnyitják te előtted. Sőt, te eltörölted ennek az egész világnak a bűnét, de tudjuk azt, hogy mégiscsak a kezedből fogadhatjuk el legdrágább ajándékodat, az örök életet. Ezért segíts nekünk, hogy ne csak félelemmel és a mi bűneink miatt önmagunknak a marcangolásával közeledjünk hozzád, hanem bizalommal, hittel, reménységgel, hogy te jóra fordítod a mi sorsunkat, nem csak ezen a földön, hanem a mennyei ország felé vezető úton is. Köszönjük neked ígédet, légy itt közöttünk élő szent lelked által, hogy megteljen a mi szívünk hálaadással mindazért a jóért, amit szenvedésed útján nekünk készítettél. Hallgass meg, drága megváltónk, szent lelked ereje által. Amen. Ige hallgatásra készülve a 346. énekünk első versét énekeljük el. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Hogy keresztfán drága áron, oltalman tőled várom. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket Máté evangéliuma 27. részének 27. és következő verseiben. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köréje gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözl légy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Szeretett testvéreim, ezen a nagy ünnepünkön, amikor a mi drága megváltónk vére hullása eseményeire gondolunk vissza, a győzelemnek az útját szeretnénk végig kísérni a Golgotáig, és már előre tekintünk a feltámadásnak a csodájára, az Úr Jézusnak a sírból való kijövetelére. A kiemelt íge, amely most üzen nekünk, egészen leszűkíti az Úr Jézus lelki harcát, sok szenvedését abban a vonatkozásban, hogy a római katonák vették körül, kicsúfolták, testileg, lelkileg megalázták, a szenvedésnek egyik legborzalmasabb pillanata lehetett az, amikor a tövis koronát a fejére tették. Mégis tényleg tövis koronás a mi királyunk, azaz ő a királyok királya, és ezért beszélhetünk a győzelemnek az útjáról. Erre figyeljünk hát most ezen az ünnepen. Három szempontból közelítjük meg Isten igéjének megértését. Az első gondolatban arról szólunk, hogy mindenki Jézus ellen támad. A második üzenetben pedig azt szeretnénk végig gondolni, hogy ennek ellenére Jézus mindenkiért mindent odaad. És végül a harmadik üzenetben a kettős győzelemről szeretnénk szólni. Az ige első üzenetében
mindenki Jézus ellen. Nem csak a római katonák, hanem most igyekszünk sorba venni, hogy milyen módon közeledtek az Úr Jézus keresztjéhez, kereszthalálához, mindazok, akik valamilyen módon kisebb vagy nagyobb mértékben ellenségeivé lettek. Mielőtt hozzákezdenénk ehhez a felsoroláshoz öt szempontból, azelőtt gondoljuk végig, hogy vajon mi, akik ma ünnepeljük őt, akik, amíg ez a helyzet elő nem állt, imaházakban, templomokban dicsőítettük, magasztaltuk, imádtuk szent nevét, vajon életünknek egyik vagy másik szakaszában nem voltunk-e az ő ellenségei? Ez egy nehéz kérdés, mert általában azt gondoljuk, hogy a világ fiai, az ateisták, az Isten gyűlölők, azok Jézus Krisztus ellenségei. Azért, hogy megkönnyítsük a magunk felől való gondolkozást, én szeretném elmondani ti nektek, hogy majdnem 28 éves voltam, amikor szembesített engem Isten szent lelke, hogy az addig eltelt életemben én az Úr Jézus ellenségének bizonyultam. Akkor könyörült rajtam az Úr, és az én hitem szerint, az én drága megváltó Uram kegyelemből barátjává fogadott. Ezért ne utaljuk ki a templomainkból, az imaházainkból, az istentelen emberek közé azt, hogy vajon mi az Úr barátai vagy ellenségei volnánk-e, hanem nézzünk szembe ennek a valóságával. Az ige üzenete is meg akarja könnyíteni a mi gondolkozásunkat, mert ebben az első gondolatkörben a legeslegelső csoport az Úr Jézus legközelebbi személyeiből kerül ki. A 12 tanítványról azt olvassuk az ígében, hogy az Úr bejelenti, közeledik az ő kereszthalála, fel kell menni Jeruzsálembe, sokat fog szenvedni a vénektől, a főpapoktól, és végül kereszthalállal fogják büntetni őt. Mint hogyha a tanítványok egyik fülén bemenne, a másikon pedig kimenne ez a gondolat, mert egyszerre csak azt tapasztalja az Úr, hogy az ő tanítványai afelől elmélkednek, hogy majd ha ő, mármint Jézus Krisztus, átveszi a királyi uralmat, ki lesz a legnagyobb közülük? Ki áll jobb és bal keze felől? És az ige még arról is beszél, hogy a két testvérnek, Jakabnak és Jánosnak az édesanyja is oda megy az Úrhoz, és megkéri őt, hogy majd ha átveszed a te uralmadat, hatalmadat, az én két fiam, hadd legyen ott jobb és bal kezed felől. Az Úr olyan szelíden és szeretettel tanítja a tanítványait, hogy a népek uralkodói hatalmaskodnak az egyszerű emberek fölött, de én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És ti is, hogyha valaki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a rabszolgája, és ti egymásnak testvérei vagytok. Hát akkor a 12 tanítvány is úgy látszik, hogy ebben az állapotában az Úr Jézusnak az ellenfele ellenségei voltak. Aztán nézzük szorosabban a tanítványi kört. Péterre és Júdásra tekinthetünk. Meglátjuk, hogy az egyik tagadó, a másik áruló. Péter félelemből tagadott, Júdás pedig pénzért árulta el az ő mesterét. Nem is magyarázzuk tovább. Ők ebben az állapotukban az Úr Jézusnak az ellenségei. Azután megnéznénk a zsidó vezetőket.
úgy is mondhatnám, hogy a mi drága megváltónknak a honfitársait, mert ne csak a vének tanácsára, farizeusokra, szadduceusokra gondoljunk, hanem arra a hatalmas nagy tömegre, amelyik ott Pilátus udvarán ordította, feszítsd meg. Bizony, a mi drága megváltónknak azokból kerültek ki a gyűlölői, akikkel egy nyelven beszélt, akik között nap mint nap megfordult, akik hallották az ő kedves beszédeit, úgy a jeruzsálemi templomban, mint amikor az 5000-et, 4000-et megvendégelte, vagy amikor a hajóból tanította a sokaságot. De léphetünk megint tovább. Az Úr Jézusnak az ellensége Pilátus. Pedig mennyire meg akarta menteni. És még a felesége is üzent, hogy sokat szenvedtem, emiatt az igaz ember miatt álmomban, és ne avatkozz bele ennek az igaz embernek a dolgába. Amikor azonban kenyértörésre került a dolog, akkor bizony Pilátus meghátrált, és engedett az erőszakoskodóknak, és keresztre juttatta Isten szent fiát. És most érkezünk el ebben a felsorolásban, hogy mindenki Jézus ellen van, a felolvasott igeversekhez, amikor a katonákat látjuk magunk előtt. Római katonák ezek, és az előbb felsoroltak mindannyian Isten választott népéből valók, úgy a tanítványok, mint Péter és Júdás, vagy a zsidó honfitársak, és hát most Pilátus, ő már ugye a római helytartó. A katonákra, amikor tekintünk, akkor úgy látjuk őket, hogy az egész világ Jézus ellen van. A római birodalomnak a katonái az akkori világ hatalmasait, elnyomóit személyesítették meg. És nézzük csak, hogy mit tettek a királyok királyával. Most, amikor őrületes nevetéssel kúnyolták, csúfolták Isten szent fiát, ott a kereszt tövében és a keresztút előtt bizonyát kell gondolnunk, hogy ezek az emberek úgy érezték, na végre egy király is a kezükbe jutott. Sőt, az is benne lehetett a gondolataikban, hogy ezzel, hogy Jézus Krisztus kicsúfolják, egy egész népet, a zsidó népet is megalázhatják, hiszen ők uralkodnak felettük, ők a világnak az urai, és most a zsidók királyát fogják keresztre feszíteni, és kezdődik az ő szenvedése. Háromféle szenvedést látunk magunk előtt. Először az Úr testi szenvedését. Milyen is lehetett az, amikor őt, ami megváltónkat, megostorozták. Akkor serkent ki először a hátán a vér. De már arról is olvasunk, hogy a Gecsemáné kertjében, amikor imádkozott, akkor arcáról nagy vércseppek hullottak alá. A testi szenvedés mellett a lelki szenvedésnek a valóságát is meg fogjuk érteni Isten igéjéből, mégpedig a lelki szenvedésnek az egyik különösen fájdalmas pillanata az, amikor a mi Urunkat levetkőztették, és azután egy bíbor palástot adtak rá, és a kezében átszállat, fejére tövis koronát tettek. Miért is lelki szenvedés az, amikor valakit levetkőztetnek? Talán egy-egy példával meg tudjuk ezt világítani. Egy háborús filmben, talán a II. Világháborúban játszódott le az a szomorú esemény, amikor kegyetlen katonák elfogtak egy kedves, szép fiatal leányt, egy ilyen kis 18-20 éves leánykát, és mesztelenre vetkőztették, és egy hosszú sort lássunk magunk előtt, egyik oldalt is, másik oldalt is. A végén egy katona jobb kéz felől,
a másik katona balkész felől lezárta az útat, és ebben a körülzárt sávban kellett futnia mesztelenül ennek a leánynak. Ha nem futott elég gyorsan, akkor korbáccsal a katonák megütötték a hátát. Ezt nem részletezzük tovább. Értjük, miről van szó. De azt is elmondhatjuk, hogy talán igen-igen sokan közülünk, akik most lélekben együtt vagyunk, lehettünk már olyan helyzetben, amikor teljesen egyedül, egy lepedőbe becsavarva ültünk ott a kórház valamelyik várójában, ahol már nem sokára a műtőszobába kellett belépnünk, vagy vittek be bennünket. Igen, szinte mondhatnánk teljesen mesztelenül. Az Úr Jézusnak ez volt a lelki szenvedése, és tudjuk, hogy csak a képzőművészeknek az irgalma festette oda azt a kis ruhadarabot az Úr Jézusra, mert a foglyokat, a halálra ítélteket mesztelenül feszítették keresztre. És még van egy szenvedésforma, testi, lelki szenvedés együtt. És itt kifejezetten a tövis koronára gondolhatunk. Milyen is lehetett az, amikor tövisből font koronát tettek, ami drága megváltónknak a fejére és elborította az arcát a vér. És aztán az átkozódók kiabálták, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Nem is tudták, hogy mennyire valóságos dolgot beszélnek, mert nincs más lehetősége az embernek, mint hogy Jézus Krisztusnak az aláhulló vére tisztítson meg bennünket minden bűntől. De nyilvánvalóan ezt nekünk kérnünk kell, és az Úr Jézust be kell hívnunk a szívünkbe. Az ige második üzenetében arról gondolkozunk, hogy annak ellenére, hogy ez az egész világ, és mi magunk is életünknek valamelyik szakaszában összeesküdtünk az Úr Jézus ellen, mindenki Jézus Krisztus ellen van. A második gondolatban azt látjuk, Jézus Krisztus pedig mindenkiért adatott. Nem válogatott ő, hogy vajon kiért adja oda tiszta és szent életét. És megint akár sorba mehetünk nagyon röviden, hogy amikor a betegedő tanítványokkal beszél az Úr, így szól hozzájuk, hogy ti ne hívassátok magatokat atyának, ne hívassátok magatokat tanítónak, és nem mondassátok magatokról azt, hogy mesternek szólítsanak benneteket, mert egy a ti atyátok, egy a ti mesteretek, egy a ti tanítótok, és ott önmagára mutat az Úr, hanem legyetek olyanok, mint én vagyok most itt, ahogy említettük már, olyanok, mint akik szívből szolgálnak. Én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Azután Pétert milyen kedvesen figyelmezteti az Úr, mielőtt a nagy bukás bekövetkezne, azt mondja, Péter, a sátán megrostált titeket, de én imádkoztam érted. És azt is mondja, amikor Péter fogadkozik, hogy ha kell, én veled meghalok, és semmilyen körülmények között meg nem tagadlak téged. Azt mondja az Úr, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péterért van, és az előzőekben a tanítványokért van az Úr. De még Júdást is szembesíti az ő tettével. Az egyik evangélium úgy mondja, hogy Júdás is megkérdezni, talán csak nem én vagyok az Uram. És az Úr így válaszol Júdásnak, te mondod. Az pedig ezt jelenti, hogy bizony, hát hogyne, persze, hogy te vagy.
Ezt jelenti ez a rövid kis mondat az Úr Jézus ajkán, te mondod. Aztán, ha a honfitársakat nézzük, akik ott vannak a kereszt alatt, már a kereszten szenved az Úr, és mit is hallunk Isten igéjében? Milyen kedvesen imádkozik a gyalászkodókért, a gyűlölködőkért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Még Pilátussal is beszél az igazságról, beszél a mennyei országról, és még a hatalomról is azt mondja, semmi hatalmad nem lenne felettem, ha felülről nem adatott volna neked. És aztán igaz, hogy a Máté evangéliumában másképpen olvastuk a latroknak a történetét, de Lukács evangéliumában halljuk azt, hogy a megtérő latornak megbocsát az Úr, és üdvösséget készít számára. És még a halála is mennyire igazolja, hogy Jézus Krisztus mindenkiért van, mert amikor meghal a kereszten a római százados, a római katona, azt mondja, bizony, ez az ember Isten fia volt. És megrettennek a katonák, és íme a katonák között is ott van a megtérő római százados. Hát, ha így felsorolva mindenkiért van Jézus Krisztus, azt gondolnád, testvérem, hogy nem te érted, jött el. Azt gondolnád, hogy ő most nem érez veled, amikor te is szükségben, szomorúságban, kétségek között élsz, amikor próbatétel alatt van az életed, vagy próbatétel alatt van a mi országunk, vagy Európa, vagy az egész világ. Jézus Krisztus ezért az egész világért van. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Ő veled érez, vigyáz rád, és azért jött, hogy üdvösséget, és itt ezen a földön békességet adjon neked. Végül pedig az ige utolsó üzenetében szóljunk a kettős győzelemről. Az Úr győzött a bűn és a halál felett, sőt, kis bővíthetjük hármas győzelemre, győzött a sátán felett, megtörte az erejét. És milyen csodálatos módon biztat bennünket, hogy ebben a győzelemben a hívőket is részesíti. Hogyha te hiszed azt, hogy a te bűneidért, és én hiszem, hogy az én bűneimért, azok elvételéért halt meg a kereszten Isten szent fia, akkor mi már előre tekinthetünk, nem csak a kereszt halálra, hanem az Úr feltámadására is. Hiszen az ő halála és feltámadása egymástól el nem választható. Földi győzelem is ez a kettős győzelem, mert itt ezen a földön adatott meg nekünk az ő követőinek az, hogy menjünk el szélesebb világra, és hirdessük az evangéliumot. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az immár elkárhozott. A győzelem útját, a mennyei életnek a csodáját kínálja itt ezen a földön, te neked, testvérem, az Úr. És hogyha a földi létet körülményei félelmetessé válnának, akkor bátran tekints csak előre, hogy ő majd megjelenik az ég felhőjén, és magához vonza mindazokat, akik ő benne hisznek. És még hogyha az utolsó óránk is elkövetkezne ezen a földön, akkor akik ő benne halnak meg, a benne való hitben, azok életre kelnek és uralkodnak a mi drága megváltónkkal a mennyvilágában. Ezért nem csak földi győzelem, hanem mivel kettős győzelem ez, mennyei győzelemről is szólhatunk, hiszen a mi drága megváltónk útnyitóul jött ide a mi világunkba, hogy utat nyisson az Atyához, új és élő út,
ami drága szabadító úrunk, aki meghalt értünk a kereszten. Azzal szeretném bezárni a mai bizonyságtételt, hogy nyilvánvalóan kezdjük érezni, hogy ma vannak zárt utak. És ugyan valamennyire mi itt mozoghatunk Budapesten, meg Magyarországnak falvaiban, városaiban, de ha az emlékezetem nem csal, a Fülöp-szigeti elnök kiadta a parancsolatot, hogy senki nem járkálhat szabadon ebben a szigetországban, aki ezt megteszi, így hallottam én, ezt a parancsot adta ki, azt lőjék agyon. Hát, vajon nem tudjuk-e igazán a szívünkben átgondolni, hogy Jézus Krisztus nélkül bezáródott volna előttünk a menny. Egy bezárt világban élnénk, akármennyire is szépséges és kedvünkre való ez a mi földi világunk, eljön az idő, amikor a mi szívünkben igazán fogunk vágyakozni a mennyei világ, a mennyei élet után. És az Úr, mivel ő az út, az igazság és az élet, nekünk adja az útat az Atyához, neked is, testvérem, hogyha hiszel benne. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére egy kedves halleluja énekkel a Halleluja énekeskönyvben. A 393. ének ez, Krisztus a keresztfán hullik piros véred. Krisztus a keresztfán hullik piros véred, ártatlan halálod helyemre ítélet. Kezedbe, lábadba a szöget én vertem, véred minden cseppje égeti a lelkem. Krisztus a keresztfán vérednek harmatja, undok bűneimnek örök bocsánatja. Kegyelem nekem ki, halált érdemeltem, véred minden cseppje tisztítja a lelkem. Krisztus a keresztfán vérednek hullása, el a lélt lelkemnek újjon újulása. Ha ma nem esklacba egyik előtt vetném, véred minden cseppje élteti a lelkem. Drága édesatyánk, boldog és hálás szívvel magasztalunk téged, hogy te olyan csodálatos, mély szeretettel hajoltál le hozzánk, hogy a menny magasságából elengedted a te egyszülött fiadat, akaratoddal, szándékoddal történt a kereszt halál. Dicsőítünk azért, hogy nem tettél kivételt. Aki erre a földre megszületett, mindenkiért odaadtad a te drága szent fiadat. Dicsőítünk azért, hogy eljött az ideje annak, amikor az ő keresztje alá gyülekezhetünk, könyörülj meg rajtunk, hogy legyen ehhez vágyakozó szívünk,
legyen nyitottság bennünk a Te ígéd iránt. És köszönjük Te neked a lehetőséget, hogy ha ilyen furcsa és szűkös körülmények között szól az íge, de mégis eljuthat azokhoz, akik vágyakoznak Te utánad, akik bíznak Te benned. Könyörülj meg rajtunk, hogy sokkal jobban tárjuk ki a mi szívünket, lelkünket Te előtted, mint tettük eddig. És légy azokkal, akik megpróbáltatásokban, küzdelmekben, félelmek között élik meg ezeket a napokat és heteket. Áld meg az orvosokat, az egészségügyben fáradozó személyeket, férfiakat, asszonyokat. Erősítsd meg őket, hogy el tudják végezni a maguk munkáját a hivatásuk szerint, nevedet magasztalva, téged dicsőítve. És külön könyörgünk Te hozzád a kórházban szenvedőkért, és az idős otthonokban lakó testvéreinkért. Segíts meg őket, és bátorítsd meg a szívüket, és köszönjük neked a közösséget, a gyülekezetet, légy segítségül, hogy tudjunk ilyen formában is együtt imádni, magasztalni és dicsőíteni téged. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nekünk kezdettől fogva ígéretünk van arra, hogy az Úr nevében egybe gyülekezhetünk az ő asztalához. Most nem mondhatjuk el, hogy az elmúlt héten ígérettét tett arra nézve, hogy itt személyesen ebben a kis lelki hajlékban együtt úrvacsorázhatunk, de mégis az Úr megteremtheti a közösséget abban a formában, ahogyan az igét is hallgattuk. Úrvacsora vételre készülve a 436. énekünk első és második verseit énekeljük el. Örülj szívem, vigagy lelkem, ékességed lett a hit. Vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt. A bűnömért, halálos bért, érdem lettél lelkemnek. E szent asztal megvigasztal, s válik idvességemre. Istennek szent lelke, szállj le mirejánk, vezess el minket szent ígéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek-e kenyeret az Úr dicsőségére. Mindezek után vette a pohárt is, minek utána vacsorált volna, ezt mondva: e pohárom az én, az új szövetség az én vérem által,
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért. Valljuk meg bűneinket imádságban. Drága Úrunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható, örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt tárjuk fel a mi bűneink és tisztátalanságaink dolgát. Várjuk azt, hogy az Úr szent lelke és az ő szent vére eltörölje a mi vétkeinket. Csöndben magunkban imádkozzunk. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Válaszoljuk a szívünkben, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Adjuk meg a válaszunkat a szívünkben, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld
a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Szeretett testvéreim, mint ahogy eddig is voltunk, négyen vagyunk itt a mi kis imaházunkban, és az Úr Szent Testének a jegyeit, a kenyeret és a bort most egymás után nem összezsúfolódva veszük magunkhoz, és aztán arra kérlek benneteket is, hogy akik velünk együtt úrvacsoráztok, ti is vegyétek magatokhoz az Úr Szent Testének a jegyeit, a kenyeret és a bort. Megkérlek benneteket, hogy egymás után jöjjetek. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad. Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Amen. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink. És így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet, a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemeinek tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, és háladatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel,
lelki énekekkel, hálával zengedezvén az Úrnak. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdettetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Szeretett testvéreim, ilyen internetes lehetőséget megragadva hirdetjük további istentiszteleti alkalmainkat. Nagy szombaton szintén este bűnbánati istentiszteletet hallgathatunk meg, húsvét első napján pedig ünnepi istentisztelettel folytatjuk a feltámadás örömüzenetének a hirdetését. Húsvét második napján szintén tartunk istentiszteletet az interneten keresztül. A húsvét második napi istentiszteletet Kompán Zsoltné, kedves Julika fogja tartani. Köszönjük a nagycsütörtök esti bizonyságtételét is. Áldja meg az Úr az ő életüket, családját, szeretteit. És már elüljáróban is áldott húsvéti készülődést, húsvéti ünneplést, a boldog feltámadásnak a csodáját megélve kívánom az én kedves testvéreknek, hogy erőben és egészségben élhessük meg a drága ünnepeket. Záróénekünk következik. A 342. énekünknek 4., 5. és 6. verseit énekeljük el. Ez védkem ellen, sőt véreddel kegyelmesen, így mocskos beteget híven, most meg s bűntől üres lészen, Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Engem így nagy szerelmedből, védj hozzá szent kegyelmedből, vegyek erőt keresztedből, és végbúcsút bűneimtől. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Ajánlom magamat néked, sebeidben szívemet vedd. Ó, nyíljál meg, piros forrás, mert nagy bennem rád a vágyás. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem.